Egyes anyagok szilárd állapotban nem vezetik az áramot, olvadékban vagy oldatban igen. Az ilyen anyagokat elektrolitoknak nevezzük. Azt a folyamatot, amely elektromos áram hatására megy végbe, elektrolízisnek hívjuk. Ebbe a kis elektrolizáló cellába telített cinkjodid oldatot öntöttem, két grafit elektródát helyezek bele, és 9 voltos elemmel tápláljuk meg. Már is látszik, hogy reakció megy végbe. A cinkjodidból a jodid, negatív jodid ionok a pozitív pólusra vándorolnak, ott semlegesítődnek, és jód válik le, míg a másik póluson a pozitív cink ionok semlegesítődnek, és fém cink válik le. Az elektróda végén lehet látni az ezüstös színű cink kiválását. Ha keményítővel megcsöppentjük a jód, kék színnel reagál. Tehát elektromos árammal a cink jodidot cinkre és jódra bontottuk szét. A második kísérletben 10%-os részszulfátot elektrolizálunk. Látszik, hogy a pozitív rézionok a negatív pólushoz vándoroltak, és ott réz válik le. A másik oldalon azonban láthatólag, mintha nem történne semmi, lassan buborékok képződnek. Az elektrolízis során mindig azok az ionok semlegesítődnek a megfelelő póluson, amelyiknek a semlegesítődéséhez a legkisebb energia szükséges. A szulfát ionok semlegesítéséhez nagyobb energia szükséges, mint a víz bontásához. A metilnarancs indikátort cseppentünk a pozitív pólushoz, látszik, hogy az oldat kémhatása savas. Azaz itt oxónium ionok keletkeztek.